A Boldog Özséb program keretében kormányzati támogatásnak köszönhetően több mint 500 millió forint értékben megújított pécsi páros templom és kolostor átadásán, azt mondta az államtitkár, az idei évi forrás segítségével az egyházi közösségek táborokat, találkozókat szervezhetnek, így élettel telhetnek meg az elmúlt időszakban felújított vagy újonnan emelt épületek. Páros közösség elmúlt 8 évszázadban magyar nemzetnek nagyon sokat adott hitben is, megerősödésben is, kitartásban is, és teljesen természetes volt, hogy amikor ők fordultak kéréssel, támogatással a kormány fele, akkor a 750 éves évfordulójukon mindezt megtettük. És ennek köszönhetően 5 településen, Márianosztrán, Budapesten, Petőfi szálláson, Hargitafürdön és itt Pécsett is rendházak, templomok, illetve közösségi terek újulhattak meg. Kővári János, pécsi önkormányzati képviselő, a Baranya megye önkormányzat fejlesztési biztosa elmondta, a beruházások egy összetartó helyi közösséget szolgálnak. Segítségükkel újra és újra otthonra lelhetnek a hívők. Számukra nagyon fontos nem csak a templom, hanem maguk a párosok is, hiszen ők azok a testvérek, akik mindig velünk vannak. Mondhatjuk a magyar történelemben, ugye most már lassan 800 éve, amikor csak lehetőség volt, akkor mindig mellettünk voltak a nehéz időkben is, és remélem, hogy ez így is marad. Az új lelkiségi központ is azt a célt szolgálja, hogy akiknek szüksége van arra, hogy az életük valamilyen nehezebb fázisában segítséget kapjanak, ott mindig ott lesznek a páros testvérek, és reméljük Bíró Püspök atya is még sokáig velünk lesz. A felújítás 2,5 év alatt valósult meg. Most volt ideje a pálos rendnek átgondolni, hogy új funkciókat is adjanak a helynek, mondta Puskás Róbert Antal atya. Nagy szükség, vagy még nagyobb szükség van, hogy legyenek olyanok, akik meghallgatják azokat, akik ide érkeznek különféle problémákkal, krízisekben kell az életükben. Ez a lelki gondozói, vagy a lelki gondozói része ennek az egész projektnek. A másik pedig itt a templomban indíthatunk olyan kurzusokat, olyan tanításokat, olyan imádságos együttléteket, amelyek ugyancsak más szempontból, természetfeletti szempontból is segítik, gyógyítják az embereket. A Szent Mise keretében az első Remete Szent Pál ünnepéhez kapcsolódó hagyományos rendi szokás szerint a páros szerzetesek megújították rendi fogadalmukat.